Egyszerű meghívásra reagálva, hogy itt ülök ennél az asztalnál, egyben valóban azt is jelenti, nem a személyem a fontos, hanem az intézmény és a cél, amelyet képviselek, hogy az átalakuló és integrálódó magyar közmédia az kiemelt feladatának tekinti mindazt, ami minőségi kultúra, tehát mindazt, ami minőségi kultúrát képvisel, hogy ezt közvetítse és eljuttassa az embereket. Ezért nem csak azoknak ahhoz, akik bármely oknál fogva időskorú betegség egyebek miatt nem tudnak mozdulni és nem tudnak elmenni például ezekre az eseményekre, hanem egyben felhívjuk a figyelmet arra, hogy érdemes kimozdulni, érdemes menni, érdemes látni, és valóban így van, ahogy az előzőekben ez már nagyon szép mondatokban foglalva elhangzott, hogy a vizuális kultúra terjesztése, fejlesztése, a minőségi vizuális kultúra bemutatása, ez azt kell mondjam, hogy mindannyiunk feladata, minden értelmiségi feladata, és ha a kezünkben tarthatunk ugye egy jelentős közmédia csoportot, akinek pedig közszolgálati kötelességet. Engedjék meg, hogy néhány mondattal reagáljak arra, hogy hol vagyunk, mert a Grafitcov csoport az valóban a művészetek pártolása terén rendkívüli eredményeket mutathat fel. Én az ezredforduló tájékán készítettem itt, amikor ezen két épület át összesen egy interjút Bolyár Ivánnal az alapítóatnak egyikével, bocsánat, Bolyár Gáborral az alapítóatnak egyikével, igen. És Gábor akkor elmondta, mondom összesen, alig volt terült hozzá még, hogy folyamatosan bővülni fognak az első perctől kezdve missziójuknak tekintik azt, hogy az itt dolgozó értelmiségek, elsősorban mérnök emberek, azok közeli napi kapcsolatba kerülnek a kultúrával, havonkénti kiállításokra hívták meg a kortárs magyar képzőművészet alkotóit, és tőlük vásároltak is, tehát éppen egy mecenatúra indult el a cég részéről. Erre azért hívnám föl külön a sajtó képviselőinek figyelmét, mert ma, amikor cégek 100 milliókat költenek időre image reklámokra, hát így is lehet, így is ki lehet alakítani egy cégnek az image-ét, vagy fölhívni magára a figyelmet, hogy egyben kultúrát továbbít és kultúrát támogat.